Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rendhagyó módon Spány Antal megyés püspök egy 2014-ben elmondott gondolatával kezdjük meg ezt a beszélgetést. Ő így fogalmazott, gyorsan kiderül egyébként, hogy miért is. A Szent István díj értelme, hogy ezt az értékrendet mind több emberben tudatosítsuk, elevenen tartsuk, és ne engedjük azt, hogy bármi eltakarja, elhomályosítsa, beszennyezze. Meg kell találnunk azokat az embereket, akik ebben az értékrendben előttünk állnak, hiszen vannak példaképek a mindennapi életben, emberek, akik önmagukat nem tartják többnek, mint bárki mást, azonban ezt az értékrendet élik és ehhez igazodnak. Ennek tükrében köszöntöm tisztelettel Rónai László ideggyógyász, idegsebész főorvost. Örülök, hogy itt van velünk. És a beszélgetést pedig, illetve ezt a gondolatot azért idéztem, hiszen ezt 2014-ben mondta megyés püspök úr, amikor is ön vehette át a Szent István díjat. A Szent Igen. István művelődési házban. Így volt, amikor ő engem értesített, hogy ezt a díjat fogom kapni, azt kérdeztem tőle a telefonban, na de miért pont én? És erre azt mondta, hogy ezt ne tőlem kérdezd, a kuratórium így döntött, és majd megindokoljuk. Igen, hiszen tartalmában, ami önt legendává teszi, a teljes életútja az bizonyítja, hogy igen, azok az emberek, akik az értékrendben hisznek, és azt magukénak vallják. Nos, hát ennek tükrében beszéljünk is először is, hogy ugye miként választott hivatást magának egy fiatal ember, hiszen én azt gondolom, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre abban az időszakban is nehéz volt bekerülni, tehát ahhoz kiváló tanulónak kellett lennie. Igen, ez pontosan így van. Általában akkoriban ugye 3-4-szeres volt a túljelentkezés. Én nagyjából, azt meg kell mondani, tehát a családban orvos lényegében nem volt, illetve egy távoli rokon volt orvos, és ő nagyon-nagyon nagy inspiráció volt számomra, hogy orvos legyek. Na nem azért, hogy ő milyen orvos, meg hogy azt tudtam, hogy ő elmeorvos, hanem az Alkotmány utcában, Budapestről van szó, természetesen, hiszen én odavalósi vagyok. Volt az ő lakása, régi ház, 4 méter belmagasság, és a lakásban volt egy könyvtárszoba, ahol földtől plafonig, ugye az ajtót és az ablakot kivéve minden felületen könyvek voltak, és én a könyveket imádtam, és lenyűgözött ez a könyvtárszoba, és úgy gondoltam, hogyha ahhoz, hogy az embernek ilyen könyvtárszobája legyen, orvosnak kell lenni, akkor nincs más választás. Így is történt. A felvételére tehát sikerült, ugyanakkor ez egy olyan időszak következett, amikor mindennek meg lehet tanulni az alapjait, ami máig elkíséri. Kik voltak azok a professzorok, akik hitet adtak, tudást adtak, és mindazt, ami most is fontos? Hát hála a Jóistennek, jó pár nagyszerű professzor, tanulhattam, hát ugye már kezdhetjük az alap tárgyak, ugye akkor már Budapesten tanított Szent Ágotai professzor, élettamból Bálint professzor, aztán a klinikai tárgyak, Gömöri professzor, belgyógyászat, Rubányi professzor, sebészet, ugye 3 Zoltán fivér volt, akik orvosegyetemi tanárok voltak, ebből Zoltán Imre, ő volt a nőgyógyász. A nőgyógyászat engem sosem érdekelt, de Zoltán Imre előadásai azért voltak csodálatosak, mert az a kifogástalan magyar nyelven való előadás, az a mindig pontos, szabatos és ugyanakkor szép beszéd, ahogy ő tartott előadást, ez mai napig számomra nagyon lényeges és fontos. Kis kitérővel, ugye a családban jogászok előfordultak, tehát utoljára éppen pénteken mondta egy beteg, hogy miután odaadtam a leletet, hogy hát ebben van egy olyan mondat, hát hogy jutott ez eszébe? És mondtam, hogy hát egyrészt szóba hoztam akkor is Zoltán Imrét, másrészt pedig a jogász nagybátyáimat. És még akkor említsük meg, hogy Zoltán Imrének a
testvére volt Zoltán László, aki az Idegsebészeti Intézet első igazgatója volt, és hát az az intézet így az én életemben rendkívül nagy szerepet játszott. 1971-ben végzett általános orvosként, akkor már kikristályosodott, hogy milyen szakirányt szeretne választani? Igen, az egyértelmű volt, hogy ideg- és elmegyógyász leszek, és hát így is kerültem. Állásom volt Budapesten is, mondhatjuk úgy, hogy benősültem Székesfehérvárra, és így kerültem ide. És hát itt rögtön szintén egy nagyszerű ember lett a főnököm és itteni első tanítóm, ugye Mezei Béla főorvos úr, és akkor mindjárt ott volt mellette Várkonyi Péter, aki nem csak nagyszerű idegelmegyógyász volt, hanem hát ővel zenéről, irodalomról, mindenről órákat lehetett beszélgetni, és hihetetlen sokat tanulni, már csak ha azt kezdte el mesélni, hogy gyerekkorában kik voltak a vendégek náluk, vagy édesapja kivel volt jóban. Tehát tudatos volt a választása, és ennek köszönhetően jutott el az amerikai útra, amiről mindig szívesen beszél az Országos Idegsebészeti Intézetbe. Ezt is Mezei Földvos úrnak köszönhetem. 1972-ben ismertették Barcelonában az ideggyógyászati világkongresszuson, hogy van egy új készülék, a CT, a computer tomográf, amit természetesen nem gyógyászati célból fejlesztettek ki, de kiderült, hogy ebben a vonatkozásban is forradalmi változást hozott, mert hogy egy centiméternél kisebb elváltozásokat pontosan meg lehet találni és elemezni lehet az agyban. Ő, amikor ezt megtudta, azt mondta, hogy lesz egy új orvosi szakma, a neuroradiológia lett is, ugye az ideggyógyászati röntgen, illetve képalkotás, és azt mondta, hogy én nekem, ő szerinte neuroradiológusnak kell lennem. Ezért küldött már ideggyógyász szakorvosként az amerikai útra, az idegosztályra tanulni, hát máshol ezt tanulni nem lehetett. Aztán 3 év után Pásztor Emil akadémikus, aki az igazgató volt, feltette a kérdést, hogy nem akarok-e főállásban ott dolgozni. Ez vízválasztó volt az életében? Az. Mondhatjuk? Mondhatjuk, igen. Tehát én sose akartam idegsebész lenni, de hát, hogy úgy mondjam, az ölembe hullott tálcán ez a lehetőség, és az az intézet akkor, hát azért ugye 70-es években vagyunk, az nem csak ablak volt a világra, de ajtó is. Mert Pásztor professzor nagyon nagy súlyt fektetett arra, hogy az ő munkatársai a helyettesétől, vagy saját magától a legfiatalabbig, hogy tanulhasson és világot láthasson, tehát menjen és mehessen. Akkoriban nyugatra menni azért ugye nem volt könnyű, itt pedig sorba volt, tehát elhangzott az, amikor én következtem, hogy te következel, aki mehetsz Amerikába. Mit lehetett megtanulni Amerikában? Hiszen én tudjuk, nem mentem el Amerikába. De úgy értem, hogy mik voltak azok az orvosi elvek, gyakorlatok, ami mást, amit én azt gondolom, hogy nem az elvek, hanem a lehetőségek, a technikai felszerelések. Az elvekben olyan lényeges különbség nem volt. Én köszönettel visszautasítottam a Amerikába menetel lehetőségét, és azt mondtam, hogy számomra Európa az egy olyan csodálatos dolog, ha bárhova mehetek Európába, akkor ezt választanám. Meg is lett ennek is a gyümölcse, mert így aztán egy 10 napos olaszországi tanfolyamra és kongresszusra mehettem el, és akkor eznek pont 40 éve lesz a jövő héten. Hiszen 50 esztendeje lesz a pályán rövidesen. Igen, és az elmúlt 40 évben aztán erre a helyre én Olaszországban minden évben visszatértem a Gardatóhoz. Egyébként arra lehet építeni, amit külhomban másként csinálnak, vagy másként gondolkodnak róla? Hogyne.
ilyen szempontból is nagyon jó volt, sajnos nem hosszú időt, de 1984-ben dolgoztam Bécsben az idegsebészeti klinikán. Akkor már ismét Székesfehérváron voltam Magyarországon, ugye mint egyszem idegsebész. És Ausztriában, Kremszben működött egy ugyanilyen egyszemélyes idegsebészet. Én rengeteget tanultam Zaunbauer doktortól, meg a bécsiektől, hogy hogyan lehet jól együttműködni egy ilyen egyszemélyes idegsebészetnek, egy nem túl messze lévő, hát végeredményben Kremsz és Bécs között nagyjából annyi a távolság, mint Budapest és Székesfehérvár között, és hogy hogyan lehet azt jól felhasználni, hogy ilyen közel, mondjuk az ember háta mögött van egy egyetemi intézmény, egy klinika. Székesfehérvárról kell, hogy beszéljünk. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, mi fogadta itt? Hiszen tudjuk, hogy akkor egy bensőséges hangulatú, mondom én, közkórház volt. Ez így van, 70 orvos volt, amikor én itt munkába álltam, 71-ben. Mindenki mindenkit ismert, ha ugye új kollega jött, akkor azt végigvitték, hogy megismerkedjen a többiekkel. Az egész egy családias intézmény volt. Hát persze, aztán kinőtte magát. Amikor másodszor érkeztem Székesfehérvárra, már idegsebészként, hát akkor már ugye az egész nagyobb volt, meg nagy változások történtek közben. Hát az nem volt könnyű, hiszen egy olyan szakmát képviseltem, amit nem nagyon ismertek, hiszen idegsebészet nagyjából három volt Magyarországon akkor, abból kettő volt, amelyik komoly idegsebészet volt és működött. A debreceni, azt mindenki tudta, hogy van, de ugye olyan messze van, akkor még ugye Debrecen úgy tűnt. Úgyhogy itt bizony volt, amikor én mentem a kórházudvaron, és akkor jött kollega szembe, és figyelmeztette az udvaron lévőket, hogy vigyázni kell, ott jön az idegsebész, aki éjszaka megfúrja a koponyákat. Mennyit változott, ugye a 70-es évek közepétől jött azért a változás, és nyilvánvaló, hogy a Szent György Kórház is lépést tartott ezzel a változással. Egy neurológust miként érintett ez, neurológus idegsebészt? Hát persze, a változás óriási lett, részben jó, részben rossz irányban. A diagnosztika az elmúlt 50 évben elképzelhetetlen mértékben fejlődött. Tulajdonképpen, ugye, amikor én elkezdtem a pályámat, léteztek ilyenek, hogy baj megállapító osztály. Hát ma nevetséges dolog, hát nem kell baj megállapító osztály, egy délelőtt alatt ki lehet valakit úgy vizsgálni, hogy pontosan lehet tudni, hogy mi baja van. Másrészt, hát a technikai dolgok is, ugye ma már, amikor endoszkóppal, tehát kismetszésből, olyan műszerek vannak, hogy el lehet távolítani daganatokat, lehet csinálni összeköttetéseket, anasztomózisokat, tehát teljesen más lett a világ. Egy dologban nem lett más. A gyógyíthatatlan betegségek javarésze ma is gyógyíthatatlan, és ma is emberek betegszenek meg, viszont ez a csodálatos technikai fejlődés, ez szerintem elembertelenítette az egész orvoslást. Ma, ahogy én szoktam mondani, felsőfokú végzettségű, szellemi betanított munkások az igaziak, akik egy kis szűk területet fantasztikusan értenek, de nem foglalkoznak mögötte az emberrel. Pedig az, hogy valakinek fáj a gyomra, vagy fáj a feje, vagy sokszor kell pisilni mennie, ez rengeteg sok mindentől függ. És hogyha valaki az egész embert nézi, akkor sokkal könnyebben tudja ezt szerintem kezelni, és rájönni arra, ha beszélget a beteggel, hogy mi áll tulajdonképpen a dolgok mögött. Persze, most ugye, amikor járványról beszélünk, hál' Isten már lecsengőben éppen, és telemedicináról, na most én nem is merek semmi szót használni,
De az nem orvoslás számomra, hogy fölhívja a beteg az orvosát, és azt mondja, hogy meg vagyok fázva, úgy érzem, meg lázas vagyok, és akkor azt mondja neki, hogy köhögjön bele a telefonba, és utána majd küldök gyógyszert. Ez nem betegvizsgálat, ez nem orvoslás. Régen az orvoslás a művészettel volt kapcsolatban. Gondoljunk csak arra, hogy milyen gyönyörű festmények készültek 1000 év alatt, amikor ugye valamilyen beteg és orvos jelenet van. Zenében is van, az már kevésbé ma mesterség felé megy. Az ön szakirányában mennyi változás volt? Hát az idegsebészetben is óriási. Tulajdonképpen a klasszikus idegsebészet szinte megszűnik, hiszen feldarabolódott. Például ugye ma az agyi érrendszernek a különféle elváltozásait katéteren keresztül, az éren belülről meg lehet oldani, tehát nem kell a beteget megoperálni, nem kell a koponyáját kinyitni. Az agydaganatokat nagyjából 3 cm átmérőig, ugye sugárral, úgynevezett gammakés kezeléssel, az is egy sugárkezelés, ugye az csak név, hogy gammakés, mert az gamma sugár, tehát célzottan lehet kezelni, csak magát a daganatot besugarazni, tehát tumorok miatt sem kell a betegek nagyobb részét megoperálni. Akkor ugye vannak a gerinc elváltozások, ami hát szintén eléggé specializálódott, szokták úgy is emlegetni, hogy gerincsebészet. Ezen van is vita, hogy ez most jó vagy nem jó, de mindegy, az a lényeg, hogy az is nagyjából, tehát a mozgásszervi problémákkal összefüggő idegsebészeti dolgok is lassan leválnak. Szinte semmi nem marad az egészből, viszont lett az új dolog, a funkcionális idegsebészet, ami fájdalmakkal, mozgászavarokkal foglalkozik, különféle készülékek, elektromos készülékek beépítésével, vagy gyógyszerpumpa beépítésével, amivel lehet a beteget úgy kezelni, hogy egy ilyen gyógyszer mennyiség benne van, és akkor mint egy távirányítóval lehet irányítani, hogy mennyit adjon a szervezetbe. Tehát ilyen értelemben az ideggyógyász, idegsebész szakorvos komplexitása eltűnt? Tehát, hogy csak bizonyos szakirányon belül... Hát ott is van specializálódás, így van. El még nem tűnt, hál' Istennek, de itt is darabolódik. Lesznek itt is sajnos a specialisták. Még kedves anyaintézetemben 2 dolgoznak az én korosztályomból, és nagy kérdés, hogyha ők kiesnek, akkor hogy lesz tovább? Mennyit változott az ön munkája, az ön orvosi tevékenysége az elmúlt időszakban? Tehát itt gondolok, hogy arról beszéltünk, hogy idestova 50 esztendeje kezdte. Ez mennyire tetten érhető a gyakorlatban önnél? Az alapelvek nem változtak. Tehát az ön alapelvei nem, igen, azt... Azok nem változtak. Tehát ugye én mai napig úgy tartom, a beteget meg kell vizsgálni. Ez is például ugye egy rendelő intézetben óriási tömegek vannak. Jönnek a betegek sokszor 10 percenként. 10 perc alatt nem igen lehet valakivel beszélgetni, megvizsgálni, valamint rögzíteni a leletet. Tehát az én korosztályom nem végez általában 10 perc alatt egy beteggel. Én nyilván az, hogy valamit hogy operálok meg, az változott, egészen más lett, mint amikor kezdtem, mint amikor tanultam, és most, amikor februárban befejeztem, de egészében a dolog nem változott. Rónai professzor most, ugye még... Bocsánat, én nem vagyok professzor, csak főorvos. Hál' Istennek a fiatalabbik fiam, ő majd július 1-től professzor lesz. Nos, tehát akkor a gyermekekről is kell, hogy essék szó, hiszen ők is az orvoslást választották. Ez megnyugtató azért egy szülőnek. Hát igen, mondjuk idősebbik fiam, ezt mindig el szoktam mesélni, mert jó történetnek tartom, nagyon sokáig nem nyilatkozott, hogy milyen
hogyan és hol szeretne tovább tanulni, és amikor ugye negyedik gimnáziumban be kellett adni a jelentkezést, akkor hazahozta, és hát ugye van otthon, mai napig is van Erika írógépem, és az írógéppel ugye töltsem ki a jelentkezési lapot, és kérdeztem, hogy hova? És mondta, hát hova? Hát természetes, hogy az orvosi egyetemre, hát szüleim orvosok, hát mi lennék? És akkor ott volt éppen egy osztálytársa, és kérdeztem, hogy hát ő vele mi a helyzet, és mi lesz, és azt mondta, hogy hát tessék ide figyelni, apám, anyám jogász, a nővérem jogász, hát akkor én mi lennék? Biztos van más foglalkozás is, de azt én nem ismerem. És milyen szakirányt választottak? A idősebbik fiam idegelmegyógyász, úgy, mint eredetileg én. Ő most a Csolnoki Ferenc, ugye Veszprémi Kórház Sümegi Centrumának a vezetője, és hát az valójában egy elmeosztály. Ez egy számomra nagyon kedves dolog, ahogy ő oda került, mert ez az osztály 1971-ben indult, amikor én végeztem, és az engem akkor tanársegédként tanító Lipcsei Attila került oda osztályvezetőnek, és az én évfolyam társaimból vitt oda, tehát akkor is szívemhez közeli hely volt Sümeg, és aztán azt mondták, úgy hívták oda a Balázs fiamat, hogy ő az utolsó lipcsei tanítvány, tehát akkor ez úgy lenne szép, hogyha egy lipcsei tanítvány venné át lipcsei professzor által alapított és sokáig vezetett osztályt, és így lett ő Sümegen. A fiatalabbik fiam pedig az egyetemen a molekuláris biológiai, illetve biokémiai intézetben tanszékvezető helyettes, hát ő most már csak egy címet szerezhet még meg, az az akadémiai doktor, mert az összes létező egyéb, tehát ugye PhD vagy PhD, ahogy akarjuk, a habilitáció ezeken túl van, úgyhogy még az hátra lehet, és hát az ezekkel járó címei is megvannak. Tehát kerek ez a világ. A következő esztendőben 150 éves lesz a Szent György Egyetemi és Oktatókórház, és ön pedig a 50. évfordulót ünnepli rövidesen. Igen, mit össze kívánjunk ehhez a gyönyörű évfordulóhoz? Hát szerintem mindig a legfontosabb, hogy az ember egészséges legyen, mert anélkül nem megy. Az egészségbe a testi és a szellemi egészség egyaránt fontos. Én ma is dolgozom, és nem szeretném abba hagyni, mert azt gondolom, hogy egyrészt orvosnak lenni jó, másrészt, ha az ember nem dolgozik, akkor olyan, mintha önként lemondana arról, hogy értelme van, hogy éljen. Most hát akkor jó egészséget kívánok mindnyájuknak, a családjának, önnek is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Rónai László ideggyógyász főorvos volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!